Mozdulj Györfi, Jászhunterem, sikeres év áll a biojanások mögött, városgondnokság tervei. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 20-án 18 óra 5 perckor. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában Mozdulj Györfi sportversennyel kezdődött a 2020. évi Györfi Napok rendezvénysorozat. A városi sportcsarnokban évfolyamonként mérték össze ingafutásban erejüket, kitartásukat az osztályok. Mint Kovács Miklósnyi igazgatótól megtudtuk, az erőléti teszt a felsősöknél testnevelés órán kötelező, és a gyerekek így a versenykörülmények között jobban szeretik. Külön díjazták az évfolyamonként a legtöbb kört megtévő lányokat és fiúkat. A gyerekek az ingafutásban mérték össze erejüket. Ez azt jelenti, hogy a netfit mérésben szereplő ingafutás, amit tanórai keretben nem szívesen végeznek, de itt, amikor versenyről van szó, akkor láthattuk, hogy bizony-bizony minden erejüket beletéve futottak a gyerekek, és nagyszerű eredményeket értek el. Évfolyamonként futottak, az értékelésre külön került sor a lányok és a fiúk között, és volt egy nyílt futam is, ez az utolsó volt, ahol a szülőket vártuk, illetve az alsó tagozatos gyerekeket, akik már régóta nagyon szeretnének részt venni ezen, és ilyenkor nekik is lehetőséget biztosítunk, hiszen a netfit mérés az még csak a felső tagozatos gyerekekre vonatkozik, és már-már azt tervezzük, hogy jövőre a másodikosokat és a harmadikosokat is bekapcsoljuk, hiszen ők is nagy áhítattal figyelték azt, hogy hogyan futnak a felsős társaik, és szurkoltak nekik nagy hangerővel. A nap végén az alsósok és szüleik is részt vettek a közös ingafutáson. A futás végén a gyerekek almát és ivólevet kaptak, és a kórház Efilek irodájának munkatársai pedig egészségügyi szűrővizsgálatokra várták a diákokat, valamint az egészséges táplálkozásról is tartottak nekik előadást. Az Efilek irodával már második éve működünk együtt. Az egyik tanteremben az egészséges életmóddal kapcsolatos előadást hallgathatnak meg a gyerekek, és aztán vendégül látja őket az előadó kolléganő, és ott egészséges élelmiszereket kóstolhatnak a gyerekek. A másik teremben meg valóban szűrővizsgálatra kerül sor, és büszkék vagyunk rá, hiszen több mint 100 gyermek vett részt ezen a szűrővizsgálaton. Itt a vérnyomásukat, vércukrukat, aztán a magasságukat, a testsúlyukat mérték, és a test zsírtömeget, valamint a koleszterin szintet, és adtak hasznos tanácsokat azoknak, akik esetleg túllépik a megengedett határokat. Érték és hagyományőrzés. Jász-Nagykun Szolnok megye egyik legpatinánsabb épületében, a megyeházán, a megyei kormányhivatal szervezésében a közelmúltban felújították, a mai napon pedig átadták a Jász és Nagykun termeket. A jászdallamok mellett a Kun mi atyánk is felhangzott a délelőtti avató ünnepségen. Az 1878-ban emelt megyeháza dísztermének bejárata előtt nyíló Nagy Kun és Jászterem az egység és a hagyomány tisztelet jelképe. Felújításuk során, hangsúlyozta dr. Berkó Attila megyei kormány megbízott, maximálisan figyelembe vették a tradíciókat. A termek felújításában aktív szerepet vállalt a Szolnoki Szakképzési Centrum. Tanulói a festésben és az asztalos munkában vettek részt. A díszítő motívumokat pedig a múzeológusok bevonásával alkották meg. Itt ebben az épületben együtt van az ország, együtt van a megye, és együtt vannak a városok. A Jászteremben a jászhímzés motívumai, a Nagykun teremben pedig Györfi Sándor szobrászművész alkotása reprezentálja majd a tájegység karakterét. A kassai 22. nemzetiségi kulturális esten vett részt a karcagi Biljana Tánc Együttes a Történelmi Városháza nagy termében. Kele Ádám évek óta táncol az együttesben. Már végzett a Refiben, egyetemistaként is visszajár. Tavaly végeztem a református gimnáziumban, én 9. koromban léptem be a táncsoportba, tehát 5 év, ez már a 6. év, hogy a táncsoportban táncol. Természetesen családi indítatás is volt, hát ugye bátyám már, azt hiszem, már több mint 10 éve táncol, és hát ugye én kicsiként is mindig ott voltam a fellépéseken, azon kívül pedig maga a bolgár zene, bolgár tánc és a kultúra is, az ilyen balkáni hangulat, ez mindig is vonzott
és egy ilyen lehetőséget muszáj volt megragadnom, hogy belépjek. Most vagyunk túl egy úgymond vérfrissítésen, több régebbi tag is különböző okok miatt már kevesebbet tud hazajárni, és most Major tanár úrnak sikerült több új arcot is a gimisek közül beszervezni, és szerintem azért barátságok is új barátságok kötődhetnek, és szerintem maga a hangulat is nagyon jó. Hál' Istennek elég mozgalmas év volt mögöttünk. Debrecenben minden évben fellépünk, már szinte hagyomány. Február végén, március elején mindig megszoktunk, vagy mindig szoktunk egy nagyobb műsort adni Debrecenben. Ezen kívül május körül Budapesten is felléptünk a bolgár írásbeliség napja alkalmából, és hál' Istennek sikerült megszervezni nyáron, augusztusban egy bulgáriai tánctábort. Dospadban voltunk a hegyekben, és 8 napot töltöttünk el, és az utolsó napon ott is sikerült kétszer is fellépnünk, és azon kívül pedig ugye azt hiszem 3 vagy 4 új táncot sikerült megtanulnunk. Mint elmondta, a színes műsorban a Kassán és környékén működő helyi nemzetiségi csoportok léptek fel énekkel, zenével és tánccal. A magyar közösséget a Zekeres Együttes képviselte Szepsiből és a Karszagi Billiana Néptánc csoport. Az együttes alapítója és művészeti vezetője Major János. A tánccsoport évek óta igen szoros kapcsolatot ápol a kassai bolgársággal, melyet a Kassai Bolgár Klub tömörít egybe. A tánccsoport másik fellépése Kassa egyik legnagyobb szociális ellátó intézményében volt. Az otthon lakóinak életébe a karácsony égisze alatt ünnepi hangulatot és örömkönnyeket varázsoltak a hazautazás előtt városnézéssel és a kassai magyar kulturális emlékek meglátogatásával telt. Környezettudatosság, fenntartható fejlődés, ezek azok a kulcsszavak, amelyek a Karszagi Városgondnokság munkáját tükrözik. Hírstúdiónk vendége Molnár Pál. Stúdiónk mai vendége Molnár Pál, az egyes számú választó körzet képviselője, önkormányzati képviselője, illetve a Városgondnokság igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, nagy tisztelettel köszöntöm a Karszak Televízió nézőit én is. Napjainkban minden területen megjelenik a varázsszó, a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés. Gondolom, hogy ez a Városgondnokság berkeiben is megjelent. Ezzel kapcsolatban milyen lépéseket tettek, illetve milyen elképzelések vannak? A Városgondnokság életében mindig nagyon fontosak voltak, de nekem személy szerint is nagyon fontos az, hogy egy olyan megfelelő körzetben élhessünk, amelyet majd át tudunk adni a gyerekeinek, unokáinknak is, ahogy a hőseink is nekünk is átadták. Ebben a felgyorsult világban én úgy érzem, hogy maga az élet is hozza az, hogy jóval nagyobb azoknak az anyagoknak a megjelenése, amelyek a körzetbe kerülve nem bomlanak be, az üvegházhatást növelik, rontják a klímáját, szennyezik a vizeinket. De maga nem csak a termékek ilyenek, hanem maga a termelés is, a termelés során is nagyon sok olyan káros anyag kerül be a körzetbe, amelyre mindenféleképpen oda kell figyelni. A tudós társadalom is megoszlik abban, hogy most a embernek ez a úgynevezett globális felmelegedéshez van-e köze, az tény, hogy globális felmelegedés van. De ha ismerik azokat az adatokat, amelyekkel próbáljuk alátámasztani azt, hogy igenis az embernek köze van a globális felmelegedéshez, elég, hogy csak azt megemlítem, hogy a 19. században megtalálható erdőborításból a 2/3 részt az ember már kivágta. Tehát ahhoz képest meglévő erdőknek már csak 30-40%-a található meg, és ahhoz, hogy ezt pótoljuk, egy dán kutatócég készített ezzel kapcsolatosan egy statisztikát, a 7 milliárd ember közül mindenkinek 500 fát kellene ültetni, hogy ezt a 2/3-ot vissza tudjuk pótolni. Nyilván vannak olyan területek, amelyek azért kerültek kivágásra, hogy termőterület legyen, tehát olyan mezőgazdasági terméket termeljenek, amely a világ élelmezésében nagyon fontos feladatot töltenek be, hogyha mindenki egy 200-300 fát elültetne, de magát a környezetet is sokkal jobb állapotba hozza az, hogyha megfelelő az erdősültség. Egyébként ezt a magyar kormány szaktárcája is felismerte, mert több mint duplájára emelte az erdőtelepítéseknek a támogatását 2020-ban, látva azt, hogy az erdősültség nagyon alacsony. Az ország egyébként el akarja érni azt, hogy kb. Egy 27-30%-os legyen az erdősültsége az országnak.
Ezt a karszak tekintetében megemlítem, hogy egy szörnyű adatot mondhatok, mert a 36 ezer hektárban mindösszesen 910 hektár az erdő borítottságú. Ez néhány százalék, 3-4 százalékot ér el, amit mindenféleképpen növelni kellene. Egyébként a városgazdaság az elmúlt 10 évben 30 hektár erdőt telepített, az elmúlt 2 évben is volt erdőfelújítás, igaz, ezek nem új telepítések, hanem a meglévőknek a vágás érettségét, mivel elérték, ki kellett vágni és újat kellett telepíteni. Összeszámoltam, hogy körülbelül az elmúlt 10 évben 100 ezeres nagyságrendű az a fászálló növény, amit a városgazdaság elültetett a előbb említett közfoglalkoztatottak segítségével és az állományi kollégák irányításával, és úgy érzem, hogy ha valaki tesz a környezetvédelemért, és elültet egy-két fát, és nem csak elülteti, hanem ezt utógondozza, ápolja, mert ennek a fának föl kell nőni. A nagyon sok környezetvédelmi szervezet azt gondolja, hogy ha elültetek egy fát, akkor már mindent megtettem, majd nagyon sok mindent megtettem. A munka onnan kezdődik, azt évekig ápolni kell, nyommentesíteni kell, öntözni kell, ahhoz, hogy abból olyan fa legyen, amely segít a város, a ország és a világ levegőjét olyan szinten tartani, amely, ahogy említettük, fenntarthatóvá teszi a világban az életet. Még néhány statisztikai adatot szeretnék itt megemlíteni, mert néha megdöbben az ember, hogy mire képes az erdő. Egy hektár erdő egy emberöltő alatt 900 tonna kormot képes megkötni. Egy személyautónak a károsanyag kibocsátását 30 fa meg tudja oldani. De igazából én úgy érzem, és nem csak én, hanem nagyon sok környezetvédelmi szervezet is, hogy nem csak a személyautókkal van probléma, hanem az ipari övezetekkel is. Azokban kellene mindenféleképpen változást végrehajtani, mind a fűtés hajtóanyagoknak a átállítására. Szintén statisztikai adatokat szeretnék mondani. Amikor próbálunk a személyautóval tenni azért, hogy zöld nap keretében nem ülök a személyautóval, kerékpára vagy gyalogosan közlekednek, valamit hozzáteszek ehhez, de elég, ha csak azokat a számokat ismerjük, hogy elgondolkozunk azon, hogy ki tehetne annak érdekében, hogy a környezetünk és a levegő tisztasága még jobb legyen. Egy nagyméretű tanker 50 millió személyautónak a károsanyag kibocsátását tudja produkálni, és ez nem tévedés, 50 millió. A világ 15 legnagyobb tankere, tengerjáró tankere több károsanyagot bocsájt ki, mint a világon megtalálható 750 millió személyautó. Tehát döbbenes adatok ezek, hogyha igazából azok a fejlett ipari országok, akik ezeket működtetik, akik ezeket használják, tennének annak érdekében, hogy esetleg más hajtóanyagra átállítják ezeket a járműveket, akkor természetesen nagyon sokat tennénk a környezet, vagy nagyon sokat tennének a környezetvédelemért. Egyébként ennek a műhely munkálatai folynak már, azért egyre jobban látjuk, hogy elektromos autókkal közlekednek, hibridüzemű autókkal közlekednek, és egy új fejlesztés a úgynevezett üzemanyagcellás járműveknek a bevezetése, amelyek lényegében hidrogénhajtásúak. Egyébként Európa már 100 ilyen hidrogénkút is található, és ezt szeretném mindenféleképpen megemlíteni, hogy Magyarországra 2020-ra, tehát erre az évre tervezik az első hidrogénkútnak a beüzemelését, amely mindenféleképpen mérföldkő lenne a környezetvédelem szempontjából, ugyanis ezek a hidrogénhajtású autók tiszta hidrogén tankolva, rövid idő alatt föl lehet tankolni 3-5 perc alatt, mint a hagyományos benzin- és dízelüzemű autóknál, tehát nem olyan hosszadalmas, mint az elektromos autóknál. Magát a hidrogént katalizátoron keresztül elbontva elektronok keletkeznek, az elektronok egyirányú áramlása, meg ugye nagyon jól tudjuk fizikából, hogy ez nem más, mint az elektromos áram, és az elektromos áram működtet egy elektromos motort, amely hajtja a járművet, és ami keletkezik, nem más, mint víz. Tehát ezek a járművek vizet, vízgőzt bocsájtanak ki. Hát úgy érzem, környezet, tudatosabb, környezet, barátabb jármű nem létezik. Igaz, hogy azt a hidrogént elő kell állítani, ennek a költségei és ennek a környezetre gyakorolt hatása, hogy milyen lesz, hogy nyilván ezt számolgatni kell. Egyébként a legegyszerűbb hidrogén ellátási mód a elektrolízis, amikor a vizet bontjuk hidrogénre és oxigénre, és ennek a tárolása nem egy egyszerű feladat, de nagyon sok környezetvédő és autógépjármű fejlesztő ezt az irányt látja a hibrid és az elektromos autók mellett, olyannyira, hogy ezzel a fajta hajtásmóddal nagyobb járműveket is lehetne működtetni, és ide kanyarodnék vissza, hogy ezek a tankerek, hogyha más hajtásmódra térnének át, akkor megszűnne ez az óriási szennyezés. Ahogy az előbb említettem,
egy világ nagy tanker 50 millió személyautónak a károsanyag kibocsátásával ér föl. Kedves igazgató úr, képviselő úr, köszönöm szépen az interjút, kívánok a munkájához további egészséget, kitartást, erőt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a meghívást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!